azt mondják, hogy a Facebook ártalmas, a világháló ártalmas. És persze ezzel a kijelentéssel nem mindenki ért egyet. Sőt, van akinek meggyőződése, hogy a Facebook nem ártalmas, a világháló nem ártalmas. És én kaptam egy olyan értést, egy olyan látást mai napon, hogy valóban nem ártalmas a Facebook, valóban nem ártalmas a világháló, valóban nem ártalmas a technika. Legalábbis nem mindenkinek ártalmas, nem mindenki számára ártalmas a Facebook, a világháló és a technika. A kérdés az, hogy kik azok a személyek, akiknek ártalmas a Facebook, a világháló és a technika? És kiknek nem ártalmas, kiknek nem árt a Facebook, a világháló és a technika? A Facebooknak az új neve az, hogy metaverzum. Ennek a jelentése halott világ. Talán héberül a meta, az halált jelent. És a verzum, ugye, az maga a világ. Tehát a Facebook, aminek a neve halott világ, és ezt ő megvallja magáról, mert ez szint kell valljon mindenki, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nincs olyan titok, nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne kerülne. Tehát mindennek, ami a Földön van, kötelessége szint vallani, ezt is Isten adja. Tehát nem rejtheti el a valódi identitását a Facebook, a világháló. Tehát idáig úgymond rejtőzködhetett, de maga a törvény az, az Isten adta törvény az, hogy nincs olyan rejtett dolog, nincs olyan hazugság, ami ki ne tudódnék, és ami a felszínre ne jönne. Ekképp ugye most nyilvánvalóvá válik, hogy a Facebooknak a jelentése halott világ, metaverzum. A kérdés az, hogy a halott világ kiknek nem árt, kiknek nem tud ártani a halott világ? A holtaknak, a halottaknak. A halott világ nem árt a halottaknak, hisz ők már amúgy is halottak. Isten kegyelme által többször beszéltünk arról, amit egyesek már kezdenek érezni a szívükben. Hogy ez, amit mi mostan életnek hiszünk, ez maga a halál. Ez maga a halál. A kereszténység becsapja az embereket. Mert ezt elrejti az ő szemeik előtt, elől. Annak ellenére, hogy a Biblia tanúságot tesz arról, hogy mi mostan halottak vagyunk. Ahhoz képest, az élethez képest, amit Isten elképzelt, mi mostan halottak vagyunk. A teremtés történetben le van írva, hogy hogyan került be Éva és Ádám az első halálba. Hogyan került fel Ádám és Éva a Facebookra, a metaverzumba, a halottak világába. A Jelenések könyve azt mondja, hogy akik felveszik az élet pecsétjét Istentől, ami nem más, mint Jézus Krisztus, az ő szava, az ő tanítása, az ő életének és a szavainak a tanítása, hogyha azt valaki megérti,
megismeri és megérti, és megcselekszi, az magára veszi az élet pecsétjét. És az ilyeneknek nem árt a halál, nem árt meg a második halál. A második halál az, amikor az embert eltemetik. Amikor a test meghal, és a rokonság, meg az ismerősök, meg a barátok eltemetik, elsiratják őt. Ez már a második halál. A vallásos ember azt hiszi, hogy ez az első halál, amikor az ember meghal. Nem. Az már a második. Mert Isten szemében, a tökéletesség szemében mi már most holtak vagyunk. Halottak vagyunk. Ezért beszél Jézus az újjászületésről, hogy szülessünk újjá az igazság által, hogy támadjunk fel a halálból, a szellemi halálból. Mert aki nem támad fel a szellemi halálból, amibe belekerült az emberiség, mindenki el fog veszni, mindenkinek ártani fog a második halál. Miért nem ártalmas a Facebook nagyon sok embernek, és a világháló, és a technika? Azért, mert a tömeg, aki nem látta az igazságot Isten kegyelméből, a halált hiszi életnek, az első halált. Viszont aki újjászületett, aki megkapta az újjászületés ajándékát, annak ártalmas a Facebook, ártalmas a világháló, ártalmas a technika, mert az ilyen ember látta az igazságot, látta a valódi életet, mikor nem is tudott bemenni teljes mértékben abba, látta az igazságot, látta a valódi életet. És láthatta Isten dicsőségét valamilyen mértékben, a lélek valóságát, ami az örök élet, a lélek valósága, a szent lélek valósága, és a megtisztult emberi lélek valósága, az maga az élet, az igazi élet. Nem is kéne hozzátenni az, hogy örök, mert az élet fogalomban benne van az, hogy örök. Az élet nem lehet más, mint örök. Mi most nem élünk, hanem halottak vagyunk, te, aki ezt hallott, ha nem születtél újjá. Jézus tanítása és Isten lelke által, akkor te halott vagy, most vagy az első halálban. De ebből a halálból, az első halálból még van feltámadás, a másodikból már nincs. A második után jön a feltehetőleg a lélek megsemmisítése, a tűz, amikor a lélek felemészti magát a hazugság miatt, addig zakatol, addig forgatja magában a hazugságot, amíg elég, a szenvedés által elég megsemmisül teljes mértékben. Ez a második halál. Aki az első halált hiszi még mindig életnek, annak nem árt a Facebook, nem árt a világháló, hisz nem tudja még egyszer megölni. Ő amúgy is halott. Tehát a lelke tönkre van menve, úgymond. Tisztátalan az ő lelke, ezért ő a halált hiszi életnek. Ezért hiszi a legtöbb ember a külsőséget, a külső testi szépséget, meg az infrastruktúrát életnek. Szép házak vannak, szép tömbházak, szép templomok, hegyek, dombok, tengerek. És mi ezt hisszük életnek. Van technika, megkönnyíti az életünket, mi ezt úgy látjuk. De valójában az, amit mi életnek hiszünk, az az első halál, és viszi a lelket a második halál felé. Ezért van az, hogy mivel ugye hazugságban élünk, halottak vagyunk Isten szemében, ezért közeledünk a végső megsemmisülés irányába felé. Viszont Isten megszólít még bennünket,
szólongat, hogy még van lehetőség megtérni, irányt váltani. Mert aki irányt vált, az visszamehet hozzá, az Édenbe, a paradicsomba, a mennyek országába, és megmenekül. De aki nem tér meg, aki nem vált irányt, vagy aki nem fordul Istenhez teljes lényével, hogy Isten megmentse őt, az bele fog esni a feneketlen, tüzes szakadékba. Ahogy mondja az írás, a kénes tóba, tüzes tóba, ahol a lélek hát remélhetőleg megsemmisül. Viszont ugye az írás nem úgy fogalmazza, hogy megsemmisül, hanem az egy ilyen örökön tartó szenvedésnek tűnik a lélek számára. Isten tudja, mi fog ottan történni, ezt nem akarom megfejteni, nem teljesen tiszta még számomra sem. Én csak abban bízok, hogy az a lélek, amelyik nem fog megmenekülni, hogyha az én lelkem, én mint lélek nem fog megmenekülni, akkor a tüzes tóban megtörténik a végső megsemmisítés, tehát megsemmisül a lelkem, mert különben ugye az örökké valóságban kéne szenvedjen a lélek. Miért az örökké valóságban? Azért, mert amikor az ember meghal, akkor ott már az örökké valóság van. Amikor meghal a test, akkor a lélek kilép a tér és az idő fogságából. Belép az örökké valóságba. Ott örökké valóság van. Ott nincs idő. Ott már nem lehet sumákolni. Ott már nem lehet elkerülni a szembesülést. Tehát az a lélek mindennel szembesül, az összes bűnével, az összes hazugságával, amit ő elkövetett. És ez mint tűz égeti őt, ugye? Erről beszél Jézus, hogy bevetetik a tüzes kemencébe az a fa, amely nem terem gyümölcsöt. És így ugye nagyon sok ember, aki hallotta az igazságot, az élethívó szavát, a Krisztus hívó szavát örömmel fogadta, elfogadta a gyógyulást, a vigasztalást, de nem akar gyümölcsöt teremni. Ezért folyik vissza a világba, tehát folyik vissza az első halálba. Tehát úgy is lehetne fogalmazni, hogy még egyszer kijön az Édenből, a paradicsomból, mint Ádám és Éva. Tehát vannak, akik úgymond ismételten kijönnek az Édenből, vagyis Isten kegyelméből. Tehát visszafolynak a világba. Hallották az igazságot, az élet hívó szavát, de mégsem annak adták az életüket, hanem visszaadták azt a világnak, a pénz és a mammon szolgálatának. Ahogy tette ezt a 9 leprás a 10 közül. Tehát most ugye a világ az első halálban van, az emberiség, a többség, akik nem tértek meg, akik nem fordultak teljes lényükkel Istenhez. Viszont azok közül is, akik Istenhez fordultak, sokan visszamentek az első halálba, mennek vissza lassan, de biztosan az első halálba, aminek ugye a következménye a második halál, és a második halálnak az ártalma, ez maga a pokol, a gehenna. Ezt az emberi elme nem képes teljesen felfogni. Én sem úgy mondom ezt, mint egy ilyen teljesen precíz valamit, hanem úgy mondom, amit én lélek által hallok, és valamennyire szavakba tudom önteni, mert sem azt a szenvedést, azt a fájdalmat, amit a pokol jelent a lélek számára, sem azt a dicsőséget, az örömöt, amit a mennyek országa jelent a lélek számára, nem lehet szavakba kifejezni. Jézus sem tudta. Ő is csak képes beszéddel, példabeszédekkel próbálta velünk szemléltetni. Tehát a halott ember, ugye, aki az első halálban van, az elbukott emberi testben, a bűntestében, nem láthatja a mennyek országát. A bűnteste nem képes a mennyek országát megmutatni, elbeszélni vagy elmondani. Tehát lehetetlen ez számára. Tehát a legtöbb ember még az első halálban van. Mások viszont már visszamentek
az első halálba. Ezért mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az fogja meglátni Isten országát. Aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni, nem mindenki. Ő nem azt mondja, hogy mondtál-e verset nekem, versikét, megtérő imáját mondtad nekem. Igen, na akkor üdvözülsz. Ő nem ezt mondja, ez hazugság. Ez egy sátáni megtévesztés a kereszténységből, hogy a megtérő imájával bárki is üdvözülni fog. Ez nem így működik. Hanem ő azt mondta, tehát hogyha vagy a megtérők imája igaz, vagy pedig Jézus. A kettő közül valamelyik hazudik, vagy Jézus, vagy pedig a megtérők imája. Ő azt mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki hagyja, hogy Istennek a lelke és Jézus beszéde megtisztítsa őt teljes mértékben, az fog üdvözülni, annak nem fog megártani a második halál. Tehát azért nem fájdalmas a Facebook, azért nem ártalmas látszólag a Facebook, a YouTube, a világháló és a technika nagyon sok embernek, mert a legtöbb ember nem tudja, hogy az első halálban van, én sem tudtam. Addig, amíg nem találkoztam Krisztussal, az ő élő valóságával, a feltámadás erejével, én is igaznak hittem a Facebookot, én is képmutató voltam, mint te, és a legtöbb ember. Én is abban a világban hittem, és mutogattam a képeket a kalandjaimról, az utazásaimról, az elméleteimről, a filozófiámról, magamat dicsőítettem a szavaimmal, a bölcsességemmel, dicsekedtem magammal. De én nem tudtam, hogy halott vagyok. Tehát mindaddig, amíg Isten nekem nem mutatta meg a valódi életet, én nem tudtam, hogy halott vagyok. Tehát a legjobb cselekedetem, a legszebb dolog, amit én valaha csináltam, mondtam és cselekedtem, az még mindig halál ahhoz képest, amit Isten nekünk eltervezett. Ezért volt az, hogy amikor ő bejött ebbe a szobába, én mostan vagyok, az ő jelenlétében én megláttam azt, hogy ki vagyok valójában. És zokogtam a fájdalomtól. És kívántam meghalni. Kívántam teljes szívemből meghalni, és könyörögtem Istennek, hogy pusztítson el engemet, hogy többet ne árthassak senkinek. Tehát aki nem látta meg Istent, aki nem találkozott Jézus Krisztus élő valóságával, azt a világot, amiben mostan él a teste, és amiben öregszik, ugye, és megy bele a betegségbe, a fájdalomba, a figyelembe, majd a temetőbe, ezt a legtöbb ember igazságnak hiszi, életnek hiszi. De Isten fejű a figyelmünket a proféták által, az ő gyermekei által, az apostolok által, Jézus Krisztus által, hogy az az első halál. De aki nem tudja, hogy az első halálban van, aki az első halált életnek hiszi, az teljesen békében van a Facebookkal, a YouTube-bal, a világhálóval, mindazzal, amit ottan lát, a technikával, azt hiszi, a technika őt szolgálja. Ez a technikának a magyarázata, ez a sátának a magyarázata, hogy a technika értünk van, a technika minket szolgál, nem. Egy halott dolog nem tudja az élőt szolgálni. Az élő szolgálja a halottat. Az élő emberek, úgymond, akikben még van lélek, ugye? Tehát az első halálban vannak, mert kijöttek a paradicsomból, a mennyek országából, ki vannak jöve, de még van bennük élet, élő lélek, és azt szippantja el a technika tőled folyamatosan, a szemeiden keresztül, a füleiden keresztül. Elviszi tőled az életet. Egy kedves barátom, Ajkai által felhívta Isten a figyelmemet arra, az egyszerű tényre, hogy miért tagadja a tudomány a lelket, a biológia, vagy a különböző evolúciós elméletek miért tagadják a lelket.
azért, mert így tudják elvenni az emberektől. Meggyőzik őket arról, hogy nincs lélek. És miközben az emberek elhiszik, hogy nincs lelkük, aközben a tudomány, a technika, a fenevad elveszi a lelküket. Maga a tudomány, ez a földi tudomány, az infrastruktúra, az elbukott világ, amit a szemeinkkel látunk, és szétnek látunk, emberek milliárdjainak a lelkéből él. Ezért kellett meggyőzni az embereket arról, hogy nincsen lélek. Ezért kellett az ateizmus. Ezért van szükség az ateista tudományokra, az evolúciós elméletekre, a fekete lyuk elméletekre, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy nincsen lélek. Ha az emberek tudnák, hogy ők lelkek és ők nem a test, akkor nem adnák oda az életüket, az életük idejét, az életük energiáját a halálnak, a halott rendszernek, a technikának, a metaverzumnak, a Facebooknak, a halottak világának. Érthető emberek, ez annyira egyszerű, de aki nem érti, nem tudok más mondani, mint amit már sokszor mondtam. Forduljon Istenhez, meneküljön minden vallásból, mindenfajta keresztény, hindu, buddhista, muzulmán, akármilyen vallásból, menekülj mindenféle felekezetből, vallásból, szektákból, menekülj ki, és ne hozzám gyere, nehogy félreérts, senkit sem hívok magamhoz, mert én is egy szerencsétlen gyarló ember vagyok. Nem tudom, hogy az én lelkem meg fog-e menekülni. Megkaptam az ígéretet Istentől, Jézus Krisztustól, hogyha mindvégig kitartok, akkor meg fogok menekülni. Ő segít nekem, de csak akkor tud nekem segíteni, hogyha ráfigyelek. Hogyha a Facebookon lógok, a világhálón lógok, akkor én a metaverzumból táplálkozok, a halott világból táplálkozok, amelyik elhiteti velem, hogy az az élet, és a lelkem egyre csak sorvad, így tudnám mondani legegyszerűbben, hogy aszalódik a lelkem, sorvad össze a lelkem, míg nem, végül már a testet sem tudja működésben tartani. A test meghal, a lélek sorvad tovább, és bekerül a tűzbe, úgymond, a kemencébe, az égő kemencébe, ahogy mondta Jézus, jelképesen. Tehát az égő kemencében lesz a lélek remélhetőleg megsemmisítve. Viszont ami a durva az egészben, hogy ez a megsemmisülés nem fog instant módon történni, mint ahogy mondtuk már korábbi beszélgetésben, videóban, a legtöbb lélek végig fogja szemlélni, végig fogja nézni a testnek a sorvadását, rothadását. Tehát a lélek jelen lesz a test rothadásánál. Ez is egy égés számára, tehát látni fogja magát a temetőben, a sírgödörben. Ez nem vicc, kedves agatók. Ez nem vicc. Ezt teljesen komolyan mondom. Őrültségnek hangzik, bolondságnak hangzik ez. És azt hihetné valaki, hogy meg akarom az embereket félemlíteni. Nem, ez a célom, kedves agatón. De különben is. Egy jó tanácsot talán bárki megfogadhatna tőlem, vagy akár az idős emberektől, akik azt mondták, hogy jobb félni, mint megjedni. Jobb félni, jobb egészséges félelmet beengedni az életünkbe, ami az embert elővigyázatosságra indítja, vagy pedig arra, hogy keresse az igazságot, értse meg az igazságot, fogadja el az igazságot Isten kezéből, hogy élhessen, mint ő, mint az ő házanépe, ahogy mondja a Biblia. Tehát ismétlen, kedves hallgatók, azért érzette is talán azt, hogy neked nem állt a technika, nem állt a Facebook, nem állt a világháló, mert halott vagy. Még mindig az első halálban vagy. Még mindig az első halált hiszed életnek. Akik feltámadtak Jézus tanítása által, Isten lelke által, nekik igenis árt
a technika árt a világháló, árt a Facebook, és ők érzik azt a fájdalmat, amikor látják, hogy hova tart az embertársaik élete a Facebookon. Fáj nekik a hazugság, gyötör a hazugság. Ha Facebookra felmegyek, hogy feltegyem ezt a felvételt, gyötör a hazugság, gyötör az embernek a kép mutatása, és annak a látványa, hogy hova viszi ez őket. Nagyon fájdalmas, gyötri a lelkemet. És ugyanakkor fennáll annak a lehetősége, hogy én is bekeményedek a látványtól. Én is bekeményítek, és akkor igenis tud nekem ártani a Facebook, a metaverzum, a halottak világa, az élőknek tud ártani, akik feltámadtak, akik újjászülettek, és akik megkapták az ígéretet Istentől, hogy megmenti őket, hogyha ráfigyelnek, hogy a lelkük nem kell elsorvadjon, a lelküknek nem kell bekerüljön a tüzes kemencébe, hanem megmenekülnek. Az ilyen embereknek ártalmas a Facebook, a világháló és a technika, sőt fájdalmas, gyötri őket. Sajnos láttam több szemét, ahogy Isten megmentette őket, életre hívta őket, és visszamentek a metaverzumba, a halott világba, és megtagadták Istent, és azt mondták, hogy halucináltak, ők csak képzelték Istent. Azt az élő valóságot, amit Isten számukra kinyilvánított, amikor megérintette őket, megtagadták, és visszamentek a metaverzumba, a Facebookra, a világhálóra, és abból táplálkoznak, annak a híreit követik, és az rombolja, sorvasztja tovább az ő lelküket. Isten könyörüljön rajtuk és mindannyiunkon, mert én is, mint nyomorult, rászorulok az ő irgalmára nap mint nap. Csak az ő irgalma, az ő kegyelme tart meg engemet is, semmi más. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. Ha valakiben ezek a szavak ellenszenvet váltottak ki valakiből, az azt jelenti, hogy őket Isten még nem hagyta el. Mert akiket, úgymond, akik már teljesen kikerültek Isten kegyelméből, őket már nem zavarja. Azt mondják, hogy bolond vagyok. Tehát őket már teljesen hidegen hagyja azt, amit mondok. Viszont azokban, akikben még van egy picike lelkismeret, azok most fellázadnak. Fellázadtak e szavak hallatán. És talán vitázni akarnak velem. De én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ha valaki vitázni akar, az vitázon Istennel, ne velem. Sőt, ne is vitázzon, hanem inkább kérje tőle a kegyelmet, hogy megláthassa a valóságot a Facebookról, a metaverzumról, ugye a halottak világáról, a világhálóról, a technikáról, és az ő saját életéről, az ő szívének az állapotáról. Mert akinek van bátorsága kérni Istent, hogy megmutassa neki a valóságot és az igazságot, amely által megszabadulhat, az ember esélyt kap az életre, az igazi életre, ami örök, sosem múlik el. Mert Isten országa az nem fizikai dimenzió, úgymond, nem egy tárgyi, kemény, elbukott világ, ahogy mondta Jézus. Az ő királysága, az ő országa nem itt van. Isten lélek, akik Istent ismerik, szükséges, hogy lélekben ismerjék őt. Akik a testet hiszik életnek, azok az emberek még mindig veszélyben vannak, azok a lelkek. És fennáll a veszélye, hogy még mielőtt bekövetkezne a második halál, ugye nem ébrednek fel, nem fordulnak Istenhez, és így Isten nem tudja megmenteni őket. Aki megértette ezt a felvételt, megkérem szépen, töltse le, ha tudja, ha ért hozzá,
és küldj el ismerőseinek, hogy minél többen hallják azt az igazságot, amelybe, hogyha belekapaszkodnak, amelyet, hogyha megértenek, akkor talán lesz bennük annyi alázat és szelídség, hogy Istent kérjék, hogy megnyissa az ő szemeiket, hogy lássák a valóságot, hogy miben vannak ők, és hogy megmutassa Isten számukra az igazságot is, amiről Jézus beszélt, mert többször mondtam, hogy aki csak a valóságot látja, az ember megbolondul, nem bírja meg. Isten az ő gyermekeinek úgy mutatja meg a valóságot, hogy az ő jelenlétében nem engedi, hogy többet meglássanak, mint amit megbírnak. És közben mutatja az igazságot is, mutatja a mennyek országát is, azt a valóságot, amelyet ő lát, és amelyet ő eltervezett az ő gyermekei számára. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon!